Ladies and gents. Újra jött az idő, és hoztam nektek pár nagyon-nagyon király könyvet az elmúlt egy-két hétből. Lehet egy picit több. Elfelejtettem rúst igazítani. Kérdéseket megelőzve, Mac Glowplay Death Tickles. Árnyalatban. Folyamatosan meg kellene mosni, de ezzel most nem foglalkozunk. Az utolsó könyves videó óta folyamatosan azon gondolkozom, hogy szeretnék valami másfajtát olvasni. Nem tudom megfogni, hogy mi az a másfajta, amit szeretnék olvasni, de nem ezeket terveztem olvasni, ugyanis ahogy látni fogjátok nem sokára, az összes tipikus Rubin pöttyes, nagyon jók, félre ne értsetek, de tipikus Rubin pöttyes kis szexi könyvek. És van itthon pár piros pöttyes fantasy könyvem, és azt hiszem, hogy egy-két pszichotriller. Valahogy nem fognak meg, és nem érzem... Jó, hozzá kell tenni, borító alapján mondom azt, hogy nem fognak meg. Ellenben ezeket nemrég szereztem be a saját különbejáratú könyvesboltomból, Barbie-tól. És mind ajánlással érkezik, úgyhogy ajánlással és kiemelt részekkel, ez a kedvenc részem. Úgyhogy lássuk, miket olvastam. A Walk of Shame volt az utolsó a sorból, úgyhogy még egészen friss az élmény. Annyira könnyű, annyira gyorsan elolvasott, szerintem egy ilyen félnapos kis procedúra volt megállásokkal. Az alaptörténet az, hogy a férfi és a női főszereplőnk ugyanabban a házban lakik, és teljesen ellentétes életet élnek. Az egyik hajnali 5-kor kell azért, mert dolgozik, nem 5-kor kell, 5-kor indul el. A másik meg egy, hát igazából tipikus nepo baby, és minden nap 5 órakor ér haza reggel a kis partikázásból. És amikor elkezded olvasni a történetet, akkor rögtön rájössz, hogy ők nem kifejezetten kedvelik egymást, ugyanis megy a csípkelődés, de ahogy haladsz tovább a könyvbe, gyorsan rájössz, hogy nem azért megy a csípkelődés, mert valóban nem kedvelik egymást. A pasi egyébként celeb vállóperes ügyvéd, a csaj anyjának pedig kozmetikai cége van, az apja pedig építész, hogyha jól emlékszem, vagy valami ingatlanos dologban van benne. Ő meg éli a kis életét, és jól el van. Na mindegy, a lényeg az, hogy miután pár fejezeten túlhaladtál, rájönnek ugye mind a ketten, hogy igazából bejön nekik a másik, és Andrewnak hívják a csávót, és az egyik reggeli kis találkájuk egészen meglepő fordulatot vesz, és onnantól borul fel az egész történet. Nagyon vicces. Néhány helyen mérsékelt szexi jelenetet tartalmaz, de egyébként elképesztően vicces. Úgyhogy ez a könyv annyiból más, mint a többi Rubin pöttyes könyv. Nagyon-nagyon vicces. Walk of Shame. Ezt a könyvet úristen nagyon-nagyon szerettem. Mister, ez a címe. Imádom, amikor apró részletek, remélem lehet onnan látni egyébként, kis billentyűk vannak a könyv hátulján. És annyira szeretem, amikor a borító elkezd értelmet nyerni a sztoriban. A történet Londonban kezdődik, és a főszereplő pasink éppen egy váratlan helyzet közepén találja magát, ugyanis nemesi családból származik, és a testvére, jelen időben vagyunk egyébként, ezért is kifejezetten érdekes, a testvére, vagyis a bátyja egészen pontosan, volt a gróf, viszont motorbalesetben meghalt pár héttel ezelőtt, és így igazából Maximre, a férfi főszereplőnkre maradt a grófi cím, amire ő igazából sose számított, nem tanították ezzel kapcsolatban, és soha nem volt igazából opció, hogy ő gróf legyen. És egészen eddig ő igazából élte a kis menő londoni aglegény életét, és nem is foglalkozott semmivel, dolgoznia se kifejezetten kellett, rengeteget csajozott természetesen. A nemesi címmel együtt nyilván megörökölte az összes ingatlant, vagyont és a felelősséget mindezzel együtt. És miközben ezzel próbál megbirkózni, ott hagyja a takarítónője, és jön helyette egy másik. És itt kezdődik a bonyodalom, ugyanis Maxim életében először érez olyan vonzalmat egy nő iránt, amit még soha nem érzett. Viszont Alessia, a takarítónő, elképesztően félénk. Van is rá oka,
hogyha a múltját nézzük, vagy az Angliába jutás útját. És ott kezd igazán izgalmas lenni a történet, amikor elkezd kiderülni, hogy ki is Alessia valójában, és mit keres Angliában, hogy jutott oda. És erre a Maxim is elkezd rájönni. Annyit mondok egyébként, hogy a Szürke 50 árnyalata írónője írta ezt a könyvet is. Vannak benne spicy részek, van egy-két olyan rész, ahol megfogtam a könyvet, összecsuktam, és azt mondtam, hogy nem, ezt így nem lehet. Úgyhogy kifejezetten ajánlom mindenkinek. Hosszú, de olvastatja magát, úgyhogy nem kell tőle tartani. Vannak benne nagyon-nagyon-nagyon jó részek, és nagyon jó gondolatok, megszólalások, úgyhogy csekkoljátok le. Falling into You, Jacinda Wilder, Zuhanok beléd a magyar címe egyébként. Ez egy kis... Nagyon jó volt a könyv. Semmi extra nincsen benne, viszont mégis van benne extra. A lényeg annyi, hogy a főszereplő csajunk, Nell, szerelmes lett a legjobb fiú barátjába. Együtt nőttek fel, elképesztően déjà vu van, valószínű, hogy olvastatok már hasonló könyvet egyébként is. Tehát a lényeg az, hogy nem egy elképesztően egyedi sztori, de nagyon kis cuki barátságos. Szóval, szerelmes lett a legjobb fiú barátjába, akivel konkrétan együtt nőttek fel gyerekkoruktól kezdve. Ahogy teltek aztán az évek, minden elsőt együtt megugrottak, teljesen boldogok voltak, és jött a gimi vége. Az egyetemi felvételikkel természetesen két teljesen különböző helyre akartak menni. Volt is ebből egy kis vita, viszont megbeszélték, hogy később majd eldöntik, hogy mi lesz, és valamelyikük szüleinek volt pár órára egy tóparti házuk talán, vagy valami ilyesmi. Engedélyt kaptak a szüleiktől, hogy pár napra oda felmenjenek, és anélkül, hogy túl sokat spoilereznék, ami a könyv hátulján van, csak annyit mondok el. A fiút Kyle-nak hívják egyébként, és ő ott sajnos meghal. Viszont a Kyle temetésén Nell találkozik Kyle bátyjával, Coltonnal. Coltont egészen eddig egyszer sem láttuk, hallottuk a történetben, és igazából itt a temetésen is csak egy rövidke kis időre felbukkant, picit felkavarja az állóvizet, és utána eltűnik a sztoriból. Ugrunk pár évet, és megint összetalálkoznak, és onnantól kezdődik az igazi bonyodalom, amikor Colton hátterébe is egy kis betekintést kapunk, közben egészen tisztán láthatjuk azt is, hogy Nellt hogy érintette az, hogy Kyle meghalt, és azóta mennyire nem tud tovább lépni, és mennyire szenved, mentális problémák, stb. De természetesen csak időkérdése, és ők is egymásra találnak. Kicsit szomorú, de egyébként nagyon cuki. Mindegyik könyv, amit eddig mutattam nektek, két szemszögből íródott, viszont pont azt beszéltem Barbival, hogy ez a kettő nagyon érdekes, mert amikor nem a fő-fő szereplőnk, hanem a második főszereplőnk beszél, akkor az kívülről van elmesélve nem egy per egybe. Ami fura, de egyébként gyorsan hozzá lehet szokni, azt hiszem, hogy ebbe egy per egybe beszél mind a két szereplőnk, és ebben, ha jól emlékszem, akkor van egy-két egészen mély gondolat is, úgyhogy Falling into You. Ez volt az első, amit elővettem, így a kis szelekcióból, és utálom a borítóját. Szörnyű-szörnyű a borítója, szerintem, de a könyv nagyon tetszett. Ez a Cheater, a hűtlen, és ide annyi van írva, hogy bármit is teszel, soha ne legyél szerelmes. Ez a talán a második oldalon van. Azt mondják mindenkinek, megvan a maga története, az enyém aznap éjjel kezdődött, amikor rajta kaptak az ágyban a menyasszonyom húgával. Lukasz a főszereplőnk, akinek egy egészen érdekes életfelfogása van, ami úgy működik, hogy minden napra egy másik csaja van, és ha tudnak egymásról, akkor az nem megcsalás. A lányokat rendszerint azon a néven hívja, amelyik napra vannak beosztva.
szabályai egyszerűek, nincs elköteleződés és nincs kivétel. Mégis egy bizonyos nagyszájú, vöröses szőke boszorkány megrengeti világa alapköveit. Averynek hívják a menyasszonya egyik testvérét, aki egészen véletlen ott kezd el dolgozni abban az irodában, ahol a Lucas azt hiszem kisfőnök. Természetesen villámgyorsan rájönnek erre az aprócska kis részletre, és mivel Avery nem engedheti meg magának, hogy ott hagyja ezt a munkát, így nagyon-nagyon szenved minden nap, ugyanis természetesen nem bocsátotta meg Lucasnak, amit a nővérével tett. Természetesen, mivel elég régen ismerik egymást, előfordul, hogy egyszer-egyszer együtt kávéznak, vagy együtt kajálnak, de ott kezdődik a bonyodalom, amikor az egyik este Avery a barátnőjével van, Lucas pedig a haverjával találkozik, és ugyanabban a bárban kötnek ki, majd a Lucas haverja felhívja őket magához a lakására, ahol egy kicsit többet isznak, mint kellene, és Lucas magához hazaviszi Averyt, tekintve, hogy járni sem tud a hölgy. És másnap reggel, egy vasárnap reggel, amikor felébrednek, aprócska kis félreértés indul el, ugyanis Lucasnak a nővére meglátja, hogy ott van nála Avery, és elindul a pletyka, elmondja az anyjának, aki azonnal meg akarja tudni, hogy mi is történik, közös vacsorázás, és innentől elindul egy olyan hazugsághalmaz, amit lehetetlen megállítani, és ez fog rengeteg-rengeteg bonyodalmat okozni, miközben természetesen a romantika szálunk fut tovább. Mondhatnám azt, hogy tökéletes példája az ellenségekből szerelmek tematikának, de az előzmény sztorira való tekintettel nem biztos, hogy ez helytálló lenne, de a lényeg elképesztően jó volt, és nevetséges borító ne tántorítson el titeket. Cheater. És az utolsó könyv, a legjobbat hagytam nektek a végére. Nincsen nálam, ugyanis hazavittem édesanyjának. Meg is fogom kérdezni, hogy hogy áll vele. Evelyn Hugo hét férje. Ez a könyv. A könyv. Barbie valahol látott róla valamit, és megvette. Neki is nyilván rengetegszer elmondtam, hogy valami plusz más szeretnék olvasni, nem rubinpöttyes, hanem valamit. És azt mondta, hogy ő megnézi, aztán majd mondja, hogy milyen volt. Úgy adta ide, hogy az első két fejezet egy kicsit lassú volt, viszont utána nem tudta letenni, imádta, tökéletes. És tényleg, aranypöttyes a könyv, viszont pont annyi komolyság van benne, amitől egy kicsit több, egy kicsit más. Amikor elolvastam, kiraktam sztoriba, hogy zseni, nagyon-nagyon régóta a legjobb könyv, amit olvastam, és írjatok nekem hasonló tematikájú könyveket, vagy hasonló felfogású könyveket, egy se jött igazából, ami használható. Nagyon sokan elkezdték a kedvenc könyveiket leírni, de az Evelyn Hugo hétférjéhez egy november 9-et nem biztos, hogy hasonlítanék, úgyhogy a lényeg az, hogy még nem tudok nektek ehhez hasonló könyveket ajánlani, de nagyon durván rajta leszek a keresgélésen. Ugyanis pont az volt a vibe-ja a könyvnek, amit így szerettem volna, és tényleg olvasnék nagyon szívesen. Szóval, Evelyn Hugo hétférje, természetesen egy kitalált karakterről van szó, egy színésznőről, aki azt hiszem, hogy Mexikóban született, de nem vagyok benne biztos, és 15-16 évesen, 14-15-16 évesen, valahogy így, eladta a szüzességét egy útért Los Angelesbe, Hollywoodba egészen pontosan, hogy ő színésznő legyen. Az édesanyja meghalt, az apja bántalmazta, és az édesanyja egyébként színésznő szeretett volna lenni világ életébe, és jobb életet szeretett volna magának és a lányának. Mivel ő meghalt, így ezt nem adhatta meg a lányának, úgyhogy az Evelyn úgy döntött, hogy megteremti saját magának ezt az életet.
Hollywoodban nyilván egy kis hustle után elkezdtek felfigyelni rá, híres színésznő lett. Eközben természetesen a PR csapatok dolgoztak, és azért, hogy még jobban felkapják, megrendezett randikat, szerveztek neki, folyamatosan volt valaki terítéken, akivel látni kellett volna őt nyilvánosan, hogy még jobban vegyék a jegyeket a filmekre, vagy egy kis publicitást kapjon, mindegy. A lényeg annyi, hogy Evelyn Hugo akkor, amikor játszódik a történet, 70-80 éves, valami ilyesmi, megkeres egy magazint, hogy 10-20 év után, vagy valahogy így, először interjút szeretne adni. De csak és kizárólag egy nőnél. Vagy neki ad interjút, vagy senkinek nem ad interjút. Amikor találkozik a nővel, elmondja neki, hogy igazából nem interjút akar adni, hanem egy életrajzi könyvet szeretne íratni vele, és az a célja ezzel, hogy ne ő legyen jó fényben feltüntetve, hanem az igazságot szeretné végre elmondani, ugyanis amíg ő színésznő volt, addig a bulvárlapok mindent megírtak, nyilván rengeteg olyan dolgot, ami nem volt igaz is. És ezzel a könyvvel szeretné a teljes igazságot kiadni magából. És ezt a folyamatot követhetjük végig, ahogy elejétől a végéig elmeséli az életét, a kapcsolatait, a hét házasságát az írónőnek, és habár elképesztően érdekes maga az is, ahogy Hollywood ábrázolva van, és ami el van mondva a színészekről, a felkészülésekről, az eseményekről, a reakciókról, tényleg minden nagyon-nagyon megragad, és nem akarod letenni a könyvet. A vége az igazán nagyon ütős, amikor szó esik a 8. kapcsolatról, ami igazából nem végződött házassággal, és kiderül az is, hogy miért ezzel a csajjal akarja megíratni az életrajzi könyvét. Hogyha a vége nem lett volna a könyvnek, akkor is azt mondom, hogy nagyon érdekes volt, de az utolsó egy-két fejezeten olyan szinteken sírtam, és annyira nagyon jó volt. Az egész könyv alatt körülbelül 3-szor lehetett olyan pillanat, amikor tetőtől talpig kirázott a hideg. Egyszer volt olyan, hogy le kellett tegyem a könyvet, és meg kellett álljak egy pillanatra, hogy végig gondoljam, hogy mi is történt. Olyan rengetegszer volt, hogy vissza kellett lapoznom, hogy úristen, ezt még egyszer el akarom olvasni. Tehát, hogyha nem lett volna az utolsó két fejezet, akkor is azt mondanám, hogy egy nagyon jó könyv, de azzal az utolsó két fejezettel zseni. Annyira nagyon jó volt a könyv, hogy szavak nincsenek rá. Nem túl sok aranypöttyes könyvet olvastam eddig, és amiket olvastam, azokkal nem igazán tudtam azonosulni, vagy nem lettek a kedvenceim. Ez egy olyan aranypöttyes könyv, ami egészen pontosan hibátlan és tökéletes. Van benne pár szex jelenet, talán így leírva, elmesélve, de nem azok vannak a központban, és nem azért van elmesélve, mert éppen valami történik, hanem mert hozzátartozik az egész történethez. És nagyon jó. Nagyon jó volt, úgyhogy Evelyn Hugo hétférje. Ha nem olvastátok, és csak egy könyvet fogtok megvenni, vagy elolvasni ebből az ötből, amiről most meséltem nektek, akkor legyen az Evelyn Hugo hétférje. Az úristen, az utolsó mondat, annyira szeretném elmondani, amikor befejeztem a könyvet, felhívtam Barbie-t, és mondtam neki, hogy nem, végem. És a kedvenc részem mindig, miután elolvasok egy könyvet, amikor Barbie-val ki lehet beszélni az egészet. Igen, és amit mondani szerettem volna még, hogyha olvastátok ezt, és tényleg tudtok olyat, ami erre hasonlít, nem a kedvenc könyveteket kell most leírni, azt nagyon sokszor leírjátok, és köszönöm, és amit nem olvastam még, azok el is vannak mentve, viszont most ne a kedvenceiteket írjátok le, vagy csak jó könyvajánlásokat, hanem olyan könyveket, amik hasonlítanak az Evelyn Hugo hétférjére. Nagyon jó volt, úgyhogy ez az az öt könyv, amit mostanában olvastam. Most megfeleztük a mennyiséget, nem tudom, hogy mikor fogok következőleg könyves videót hozni nektek. Természetesen fogok hozni, és nem fog elmaradni.
de augusztus utolsó két hetét még meghúzzuk, rengeteg program van itt a napokban. Remélem, hogy azért tetszett a videó, és megjött a kedvetek az olvasáshoz. Az ajánlásokat és a véleményeket mindig várom a komment részlegbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következőben találkozunk. Sziasztok!